Sziasztok! A 2020-as Router Test utolsó szereplője a 1072-es, a sok magvas, az Ultimate szörny jelzőket magáénak tudó CCR. Ezt a routert megtiszteljük azzal, hogy ki is bontjuk, mert úgy gondoltuk, hogy mégis a király van előttünk. Ez a csomagolás megér egy misét. Igen. Jó, te vágd el. Egy. Kérlek, helyezd biztonságos helyre. Azért azt lehet érezni, hogy a korábbi kis szappantartó méretű routerekhez képest itt valami komoly darabban állunk szemben. A súly a megbízhatóság jele. Állítólag. Azt a fadoboz! A tigriseket is fadobozban szállítják. Páratartalom megviselte. A szivacs. Van egy keret is, amiben semmi nincs. Lehet, hogy levertem a lámpát. Az orosz kapcsolat. És dobozban doboz. Matrioska. Kicsit matrioska érzésem van nekem. És még egy szivacs, és még egy és deszka. Még egy fadoboz az falap az alján, hogy ha már rálépni tilos. A 700 ezer forintos routert azt mégis egy darabba kapja meg a kedves vevő. Sziasztok! A CCR 1072-t látjuk. Go to tilt, nem? Bocsánat. Fóliák. Két tápkábel értelemszerűen, mert ez a router is dual tápos, mint láthatjátok, de ez már hot swap-es végre. Négy ventilátor a hátfalon, és itt át is adom a szót rövidesen Attilának, hogy vesézze ki, én csak szétbontom ezt a routert. Rendesen kicsomagolás után még benne vannak azért a csavarok. Amúgy. Azt a... Fém a fém hátán. Bizonyám. Na és aranyszínű mikrotiklabó. Átadnám. Arányozott mikrotik logó. El lehet mondani, hogy ez a router szószerűen aranyos. Tehát a legnagyobb mikrotik router van most itt a kezemben, amin ugye hátul 4 ventilátor, elől meg 8 darab SFP plusz interfész van. Ez az eszköz 72 magos chippel rendelkezik a közepén, ez a System on Chip végzi az összes funkciót, semmilyen egyéb plusz komponens nem található, ami hálózat forgalmat kezelne. És konkrétan ez az eszköz, ezt a 8 darab 10 gigát, ezt tényleg ki is tudja hajtani. Ami érdekesség lehet még az eszközben, hogy a nagyméretű hot swap-es tápok mentén azért a benne lévő baseboard is lényegesen nagyobb az eddig látott modelleknél, ez eddig egy egészen lapos kis dolog volt, de hát úgy látszik, hogy ezt a nagyméretű CPU-t sokkal jobban kell hűteni, mint a kisebb testvéreit. Találunk még ebben az eszközben két darab mini PCI Express slotot is, ahova szintén mini PCI Express-es SSD-ket tudunk tenni, amit aztán a router saját belső storage-ként tud használni. A szokásos CCR képességek, a konzol, az USB port, a microSD megtalálható az eszközön, és ezen az eszközön is található egy ilyen smart card slot. Erről majd később beszélünk egy kicsit bővebben. Itt már nem tapasztalható az a takarékoskodás, amit a korábbi eszközöknél észre láthattunk. Itt már sebességszabályzott ventilátorok vannak, ennek köszönhetően a routerünk bekapcsoláskor nagyobb fordulaton jár a ventilátora, majd ahogy a terhelés lecsökken, és a szabályzás elindul, automatikusan le fog csökkenni a ventilátoroknak is a sebessége. Ha eltérő terhelés van a routeren, akkor ezt egy ilyen folyamatos énekléssel tudja honorálni, ahogy a ventilátorok sebességével hol nő, hol csökken. Ahogy korábban beszéltük, nem csak a súlya megbízhatóság jele, meg a professzionális kivitelé, hanem a hot swap-es táp is. Tehát az eddigi modellekkel ellentétben, hogyha bármilyen problémánk lenne az eszköz tápellátásával, és ez azt igényelné, hogy az eszközben kicseréljük a tápegységet, a korábbiakat mindenképpen ki kellett volna szerelnünk a keretből, és szétszedni, és kivenni belőle a tápegységet. Itt viszont csak egy csavar rögzítésével, akár menet közben hot swap tudjuk cserélgetni a tápokat, ami szolgáltatói környezetben nagyon jól jön.
Van egy érdekes történetem ezzel az eszközzel, ugyanis korábban, amikor az első 100 gigás routerünket használtuk a hálózatban, akkor szerettük volna letesztelni, hogy vajon a 100 gigás router tudja a gyártó által mondott 100 gigát is. Nem volt viszont olyan forgalomgenerátorunk, ami tudott volna 100 gigát teljesíteni. Ezért ilyen CCR 1072-est használtunk forgalomgenerátornak, és egy olyan eszközt, aminek volt sok 10 gigás portja és egy 100 gigás portja, és ezen keresztül ő 8 darab párhuzamos 10 gigás jelfolyamot csinált, és utána azt egy darab 100 gigás porton keresztül átvittük a tesztelni való hálózaton. És így meg tudtuk terhelni, hát ha nem is 100 gigával, de 80 gigabit per szekundummal az első 100 gigás routerünknek az első 100 gigás interfészét. És hál' Istennek mind a két eszköz jól vizsgázott, a 100 gigás router is bizonyította, hogy ő képes arra, hogy átvigye a 100 gigás forgalmat, illetve ez az egyszerű kis egy rekunitos doboz is bizonyította, hogy ő valóban képes a 8 darab 10 gigás port teljes sebességre történő kihajtására. Wow! Köszönjük a sztorit! Akkor nézzük, hogy is mértük meg ezt a routert? A mérés teljesen ugyanaz, mint az előző routernél, a 1036-nál. Mivel egynél több SFP Plus port állt a rendelkezésünkre, így az egyik szerverünket az egyik portba, a másikat a másikba tudtuk csatlakoztatni. Nem kellett ezt a vélanos, egyportos, megfordítós trükköt alkalmaznunk ennél a routernél. Hát 100 gigás forgalmat mi nem tudtunk itt generálni, és itt már az előző epizódban már említettem, hogy itt el is fogytak a szervereink, mint terhelő forgalom. Nem tudtuk kihajtani maximálisan a 1072-t, nagyságrendekben pontosan olyan sebességet tudtunk mérni vele, mint a 1036-ossal. Itt a bridgelésnél volt 8 giga, a rútolásnál a 13 giga, és a tűzfal szabályokat is, ahogy növeltük a routerben, pontosan ugyanannyi sebességet értünk el, ugyanannyi szabálynál, mint az előző routernél. Viszont kisebb processzor terhelés mellett. Viszont jóval kisebb processzor terhelés mellett, így van. Ebből következik, hogy a VPN eredmények is nagyon hasonlítanak az előző epizódban bemutatott router eredményeihez. 6 gigabitet mértünk L2TP-nél, ha ezt betitkosítottuk IPsec-re, ez visszaesett 660 megára, emlékeztek ott is, hogy 10%-ára csökkent vissza a forgalom. Hardware-es IPsec-kel 550 megát tudtunk kihajtani, ez egy kicsit kevesebb, mint az előző tesztnél, de mi ezt be tudjuk úgymond mérési hibának. Mivel az egycsatornás VPN méréseknél már kimaxoltuk szervereink képességeit, ahogy az előző videóban is mutattuk, itt is felállítottuk a 6-1 multipontos rendszert, ahol hexekkel és 40-11-ekkel csatlakoztunk különböző típusú VPN-ekkel ehhez a routerhez. Az eredményeket a képernyőn látjátok, nagyon hasonlítanak az előző router eredményeihez. Akkor itt is kijelenthetjük, hogy a szervereink sajnos nem voltak elegek ahhoz, hogy megizzassuk a 36-ost meg a 72-est. A jövő évi router tesztben, vagy hogyha még esetleg idén csinálunk, ez még nincs eldöntve folytatást, akkor valami más metódussal fogunk, erősebb szerverekkel várhatóan tesztelni. Akkor elérkeztünk ezen tesztünk végére is. Itt ismét megragadnám a szót, hogy megkérlek titeket, iratkozzatok fel, kapcsoljatok a csengő ikonon, és ne maradjatok le a soron következő router teszt összegzőről, amiben egyéb kis diskurzusokat hallhattok a szereplő routerekről és a mérésről. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!